Ez itt az egy hónapos Keiki update, és amint láthatjátok, ez itt az egészséges orchideám, lepke orchideám, amin itt már nő is a kis Keiki. Ugye a Keiki pasztával kentem be egy alvórügyet, és megindult a növekedésben. 2 hétnél kb. A fele volt, most már viszont egy hónapos és kb. 1 centi. És nagyon meg vagyok elégedve a növekedéssel, ugyan hát ez egy lassú folyamat, de igazából tökre szépen látszik, hogy itt már nagyon megindult, főleg, hogy ugye egy alvórügyről van szó, és ugyan még nem tudom 100%-ig pontosan állítani, hogy ez egy keiki, és nem pedig egy újabb virágszár, de én szerintem nagy eséllyel mondhatom, hogy ez egy keiki lesz, mert itt alul úgy látom, hogy mintha egy kis pici levél kezdemény lenne, és szerintem itt felül pedig egy másik kezdemény van, de majd meglátjuk, hogy a következő update-nél ez hogy fog kinézni. Itt van a beteg növényem, amire szintén keiki pasztát helyeztem el az alvórügyre, és amint láthatjátok, ez sokkal kisebb a másikhoz képest, ez most kb. Akkora, mint az egészséges növényen kb. A 2 hetes megindult rügy, és ugye egy beteg növényről beszélünk, tehát kevesebb energiája van valószínű, plusz még az is hozzátesz, hogy szerintem lassabban növekedik, hogy egy száron 2 alvórügyre is tettem ilyen keiki pasztát, mert itt van egy lejjebb is, és eloszlik szerintem a 2 között az a kevés energia, ami ebben a növényben van, de több esélyt akartam adni, ugyanis szeretném, hogy ez mindenféleképpen legalább egy olyan keikit tudjon kifejleszteni, ami számomra használható lesz, és hát itt tartunk most, így egy hónap múltán. Még megmutatom ezt is egy kicsit másik oldalról. Ugye még lehet kicsit látni azt a kis sárga keiki pasztát. Ugye a másiknál lehetett látni, hogy teljesen elnyelte és már felhasználta ezt a citokinin hormont. És itt felül pedig már is rázumolunk. Itt is van. Egy ilyen kis hegyes rügy látszik, és úgyhogy ha kicsit oldalról nézzük, kb. Ebből a szögből, akkor lehet látni, hogy szerintem ez is egy kis pici levélkezdemény, mivel hegyes. És 2 kis pici hegyet látok. Szóval szerintem lehetséges az, hogy tényleg keiki lesz és nem virágszár, úgyhogy nagyon reménykedem. Hiszen az egész kísérletem lényege az az, hogy ezt a gyönyörű szép ciklámen színű lepke orchideát meg tudjam menteni. Úgyhogy ez az egy hónapos update videó.